hosszú ideig dolgoztál, és időnként most is dolgozol a felnőtt kerettel. Milyen benyomásaid vannak erről? Először is nagyon nagy megtiszteltetés, hogy részt vehettem és felkerültem a felnőtt csapatba. Ez egy nagyon nagy fejlődési lehetőség számomra, és végül is azért jöttem ide, hogy ez volt a cél, hogy felkerüljek a felnőtt csapatba, és ott majd idővel az lesz a feladatom, hogy kiharcoljam magamnak a játékperceket és a lehetőséget. Az MKC utánpótlásának a tagja vagy, és nem sokára a Ferencváros játékosa leszel, egy kölcsönadással a Ferencváros másodosztályú, tehát NB1-B-s csapatában fog szerepelni. Igen, jött egy lehetőség, hogy tudjak kölcsönszerződésbe játszani a Ferencvárosnál, és én ezt egy nagyon jó opciónak találom. NB2 helyett NB1-B az egy nagyon nagy lehetőség, és mindenképpen jó számomra. Egy nagy rangadó lesz szerdán. Hogy ismerted meg a mosonmagyaróvári felnőtt csapat tagjait? Mennyire dobja föl őket az a lehetőség, hogy egy ilyen rangos mérkőzést játszanak? Számomra egy óriási pozitív csalódás volt a csapat. Az első edzés előtt azért eléggé féltem, hogy milyenek lesznek, hogy fogadnak be, mit szólnak, hogyha hibázok. De egyértelműen támogatóak, biztatják egymást, és egy nagyon jó kis csapat szerintem. Ide vagyok leigazolva, az csak egy B-opció, hogyha így mondhatom, de mindenképpen az MKC lesz a szívemben.